Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. Egyrészt 90 napos elvonulásunk elképesztően kitartó résztvevőit, akik vállalják a Dharma fogságot. Kyolcse szó szerint azt jelenti, hogy szoros Dharma, megfogott tanítás. Tehát, hogy megfogják az emberek a Dharmát, és így a Dharma megfogja őket. Illetve nagy szeretettel köszöntöm belátogató szangánk tagjait Egerből, Kiskunhalásról és egyéb falvakból és városokból. Örömteli nap ez, mert a Dharma ismét megnyilatkozik, és a kérdések-válaszok formájában, illetve egy jó bevezető formájában ismét nyilvánvalóvá válhat. Valójában mindenki fogságban van. Onnantól kezdve, hogy a lélek fölveszi a testet, az élet során, akármennyire is szabadnak érzed magad néha, a lélek a test fogságában van. Ez nem tűnik föl. Csak amikor beteg vagy, vagy éppen halni készülsz. A jiva, szanszkritul, az érzékszervhez kötött lélek, tehát az életben lévő avatár, az ember, az az egyik legérdekesebb képződmény ebben az univerzumban. Én javasolnék frissítést, de nem jön az új szoftver. Tehát ezzel a régi oprendszerrel kell dolgoznunk, hogy homo sapiens, lassan, lassan foltozgatjuk, lassan, szépen, kék haláról kék halára, szépen foldozgatjuk. Hát, ha most a rendszer maga egy kicsit másképp fog működni. Hát, ha most másképp tudjuk dugdosni a hálózati csatlakozóinkat. De omoljon már megint össze a rendszer. De kiderül, hogy amíg nem ismerjük fel a tényleges helyzetünket, addig fogságban vagyunk. Amíg nem ismerjük fel a kapcsolatainkat, egymást kötjük a mocsárba be. És amíg nem működünk helyesen, addig nem tudunk segíteni másoknak és magunknak egyaránt. És kiderül, hogy ez az elme, amelyik tényleg mindent logikusra, megjósolhatóra, szögletesre akar, az az egyik legalkalmatlanabb eszköz, de anélkül megint nem megyünk semmire. És gondold el, hogyha nem tudná az elme a zenbot és ezen jelenség képzeteit kötni. Szó szerint nem lennénk életben. A halotti szertartáskor kikerül az elhunyt neve, és formája, azaz képe az oltára. És a szertartás szellemi tetőpontján, amikor már test és lélek, elme és érzelem egyaránt elfogadta a mulandóság tényét, akkor a hagyomány szerint elégetjük a névtáblát. A név és a forma szétválik. Az egyéválása a névnek és a formának, az a születés. Elnevezlek újszülött bébinek, mert éppen most te a világra jöttél. A lélek leveti a testet, és ekkor a nevet levesszük a formáról, mert már nincs együtt a test és a lélek. Már kivárta a 17 évét és egy hónapját, és elment. És ha test és lélek szétválik, akkor név és forma is szétválik. Ha test és lélek találkozik, akkor név és forma is találkozik. Mi kell ahhoz, hogy meglássuk a dolgunkat ezen a földön? Elsősorban a mulandóság tudata. Utána a feltételhez kötöttség tudata, és utána a tökéletlenség tudata. Ha nem lennénk ennyire mulandóak, értékes lenne az életünk? Ha 300 évig ugyanezt tudnád csinálni. Lehet, de nem ennyire. Hogyha nem lennénk ennyire feltételhez kötöttek, értékesek lennének az emberi kapcsolataink? Ha önállóan mindent meg tudnál oldani, nem lenne szükséged senkire. Lehet, hogy lenne értékes kapcsolatod, de nem ennyire. És hogyha tökéleteset tudnál alkotni, akkor kezdenél valami újba. Kellene fölállni a padlóról, miután tönkreverted magad? Kellene újra feltalálni az életet,
Hogyha egyszer tökéletessé formáltad? Azt mondja, nem. Úgyhogy barátkozz meg azzal, hogy emberi testben vagy, emberi lény vagy, és hogy ezen a földön utunk van, születéstől a halálig. És ezt az utat hogyan járjuk? Nagyrészt a feltett kérdéseinktől, az arra kapott válaszoktól, és a megformált cselekvéstől függ. Kinek van tehát kérdése? Olyan szülőket választottam, akik olyan példával jártak előttem, hogy hogy ne csináljam. És szeretném tudni, és szeretném kérdezni, hogy miért választottam ilyen szülőket. Hogy persze sok mindenben látok átfedést köztük és köztem. És az a kérdésem, hogy édesapám még életben van, és nagyon szeretném vele megjavítani a kapcsolatomat. Viszont nem mutat erre hajlandóságot. Tehát ő az a típus, aki önmagának is annyira hazudik, hogy simán elhiszi, és csak magának mindent, minden áron. És hogy tudnék ezen segíteni neki, rajtunk? Máshol kell kezdeni. Tehát először meg kell tapasztalni, hogy valójában te mi vagy. Ennek a tükrében látod a saját karmádat. Azt is látod ekkor, hogy a saját karmádnak mely része hozott a szüleidhez. Az apait és az anyait ugyanolyan mértékben kell látni. Amíg az egyik aszimmetrikus a másikhoz képest, addig valamit elfedezel magad előtt. És utána tudsz választ kapni arra a kérdésre, hogy te beleharapsz az életbe, vagy menekülsz az élettől. Abból tanulsz, amit megértesz, abból tanulsz, amit nem értesz. És mennyire vagy a családon belül komfortos, találod meg a helyedet, és mennyire tarthatatlanok azok a normák, amelyeket a szüleid közvetítenek. Te ezt az elején kell kezdeni, különben a tükör nem elég tiszta, nem elég szilárd. És elárulom neked, hogyha valakinek szerzetesi karmája van, akkor az azonos nemű szülővel egy olyan rivalizáció kezdődik nagyon hamar, amit a szülő nem tud megnyerni. Tehát olyan értékeket, olyan szempontokat vesz föl a gyerek, amire a szülő nem tud válaszolni. És ekkor az otthon elhagyása sokkal könnyebb. Szenvedésteli, de könnyebb, hiszen az elégedetlenség katapultál onnan. Általában olyan helyre, ahol van egy olyan tanító, aki az apának a hiányait betölti. Az apa tökéletlenségeit valahol pótolja, vagy éppen tökéletesebbé teszi. Egy olyan szellemi személyiség, akit követve egy nagyobb családban találod magadat, ahol másféle kötöttségek vannak. Volt egy litván szerzetesnő a szangában, remélem még most is van, de ő 16 éves koráig az apja minden nap verte, és nem tudta, hogy miért. És mihelyt tehette, eljött otthonról, és egy teljesen önálló életet élt, és a szerzetesnőség szintén sok kiolcséja alatt két dologra jött rá. Benne is rengeteg erőszakos karma van. Kettő, hogyha az apja nem bánik így vele, soha nem akar elmenni otthonról, az anyját nagyon szerette. Tehát beprogramozzuk magunknak a szülőket is, a válságokat is, a döntéseinket is. Elképesztő módon a korábbi karmáink termékei vagyunk, mindaddig, amíg rá nem ébredünk, hogy valójában hogy teremtjük mindezt. Tehát ami nagyon divatos most, hogy te kerülj teremtő pozícióba. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen gyáriparos leszel, vagy pénzjegy nyomda. Nem erről szól. Ez arról szól, hogy a saját karmád teremtettségét lásd be ahhoz, hogy te teremtő pozíciódat, eredeti emberi helyzetedet foglald el. Fordítva is igaz. Mihelyt tapasztalod ezt, azonnal látod, hogy a karmád az elmédnek a terméke, és hogy a megbánó szertartásban nagyon gyönyörűen ki van mondva, amikor mind az elmédet, mind a karmádat üresnek látod, ezt nevezzük igazi megbánásnak, vagy megtisztulásnak.
Tehát mind a kettő, az elméd is teremtett, és a karmád is teremtett. Ha ezt tapasztalod, akkor a teremtőt is tapasztalod. De még akár gondolati, érzelmi, beszédbeli, cselekedetbeli, vagy bármi érzékszervi síkon, te nem látod a karma teremtettségét, ott a teremtő potenciálod még nem tiszta. És ezért kell az érettség egy adott pontján megköszönni a szülőknek azt, amit adhattak, és lemondani arról, amit nem adhattak meg. Segíteni őket, amikor segíthetők, és lemondani erről a segítségről, amikor nem segíthetők. És ekkor haladunk az úton. Jó? Nagyon köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Van egy olyan jellemvonásom, hogy hirtelen meggondolom magam a még a felelősségvállalás úgy előtt. Akkor én nem válaszok a kérdésedre. Meggondoltam magam. Hát jó. Ilyen gyorsan megy. Hihetetlen. És azt szeretném megtudni, hogy ezen hogyan tudok változtatni, mert sok szenvedést okoztam magamnak is ezzel, meg másoknak is, és ezek a kicsi korrupciók, ezek idegesítenek nagyon. Sivatagi út kell kevés vízzel. Tehát hozd magad kényszerhelyzetbe. Hogy ne tudj visszafordulni, ne tudj jobbra-balra nézni. A tétovázása, meggondolom magam, egy ilyen kényszerhelyzetben az a halál. Tehát adott vízadag, rendkívül szigorú körülmények, el kell érni A oázisból B oázisba. Nem csináld meg, meghalsz. Na, ez vagy fölnevel, vagy elpusztít. Hát akkor lehet, el kell hagynom a templomot egy időre. Nem. Ugyanis a templomban ugyanezt meg tudod csinálni, csak napról napra be kell jönni a dharmaterembe. Napról napra csinálni kell azt, amit munkában elvállalsz. És ez egy olyan kényszerhelyzet, ezt a rezik tudják, hogy minden véleményt félre kell tenni. Tehát lehet ezt könnyebben is, csak itt kell maradni. Ha kimész, sokkal nehezebb. Köszönöm. Szívesen. Tessék. Amikor eljövök a templomba, mindig csodálom a csendet, rendet, fegyelmet, viszont amikor a kis jószágaim közé a juhászatomban visszamegyek, akkor jön a részeges Székely bácsi, akkor a összeverekedő roma segédmunkások, és azt szeretném megkérdezni, hogy tudnék ebből a csendből, rendből, fegyelemből egy kicsit oda is terjeszteni. Jó. A részeges Székely bácsival együtt kell inni, de csak egyet. Megisszátok az áldomást, és utána mondhatod, sőt javaslom, hogy Áron bátyám, együtt ittuk meg az első kupicát, de a másodikat már csak maga fogja, ha akarja. Kezet fogtunk, meg volt az áldomás, a többitől én beteg leszek. Ha magának egészséges, így nyugodtan, nem szólom meg érte. Az öreg egyedül marad ezzel, és veled nem fog részegeskedni. A verekedő segédmunkásokhoz úgy kell oda menni, hogy adsz még botot a kezükbe, hogy még jobban, sőt, élesebbet, hogy nyugodtan csinálják ki egymást, ha föl nem ébrednek. És meg kell nekik mondani, hogy senki nem fogja lefogni a kezüket, senki nem hívja ki a rendőrséget, nyugodtan üssék egymást, ameddig akarják. Nagyon hamar vége lesz. De elsősorban azt csodálom, hogy ilyen körülmények között csinálod, amit csinálsz, mert tudom, hogy a végtelenség szereted az életedet, a szakmádat, az állataidat, a családodat, stb. És ez az a hit, ami bennünk közös. Tehát az, hogy ha te tényleg azt hiszed, hogy ez az utad és ez az életforma az, amivel járod az utat, akkor meg lesz az a megoldó képlet, ami az ilyen helyzetekben kell. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Délelőtt beszéltünk a jógáról, és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, kettő is, hogy én eléggé merev vagyok, de azért próbálkozom,
és hogy ez a külső merevség a belső merevséget is mutatja-e? Mutatja bizony. A másik, meg az lenne a kérdésem, hogy a zent és a jogát hogyan tudom együtt helyesen gyakorolni? Hát, ha látod, hogy a zen honnan jön, akkor nagyon könnyű integrálni a kétféle gyakorlatot, ugyanis a zen az eredetileg a gyána, a jóga 7. foka a 8-ból. Utána lett abból csanna, csan, szon, zen. Tehát amikor Indiából átment a buddhizmus több hullámban, több évszázad alatt, de leginkább fémjelezve bódhi darmával kb. 1500 évvel, akkor ő a gyánát, mint a legfontosabb praxist vitte magával, és az egyesült a taoizmussal, konfucianizmussal és még egyéb helyi kultuszokkal, lásd, sámánizmus, egyebek. És ez körülbelül olyan, mint amikor a lényeget kiragadod valahonnan, és köré egy új kontextus keletkezik, a fogadó kultúra kontextusa. És újra kialakul körülötte az, hogy alapok, közép, felső fok, utána visszaforgatás, megint alap, stb. Stb. Tehát a régi védánta vagy hindú bölcseletben, amely nagyrészt a jógával, a darsanokkal átfedést mutat, az világos volt, hogy hol kezdjük. A gyána alatt még van 6 fokozat. De már nyugaton, a modern jógában sem a jáma, niáma kettőssel kezdik, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Tehát ösztönzések és tiltások. Ezt nem hallod. Ötözzé át, indulnak az ászanák, indul a pranayama, lélegezzé, nyújtózkodjál, majd attól jobban leszel. Igen, átmenetileg lehet. Ha egy jó oktatód van, és nem sérülsz le, akkor lehet. De a modern jogában nagyon ritkán hallasz arról, hogy na, kedves ácsárja, most már elérte a pranayamában és az ászanában azt a fokot, természetesen a jáma és niáma megtartásával, egy etikus és morális életvezetéssel, hogy most már a pratyahárához elérkeztünk, esetleg a rádzsa jogában valahol, nagyon ritkán. Tehát fordítsd befelé az energiádat. A szó szerinti megfordulás, ez a pratyahára, befelé irányítás. Miért? Állandóan külső tárgyakkal vagyunk elfoglalva, érzékelés tárgyakkal. El is viszi az energiánkat, meg a figyelmünket, osztja is rendesen. A pratyára azt jelenti, hogy ezeket mind ott hagyod, félreteszed, és egy belső fókuszt valósítasz meg, egy belső tudattárgyal, ez a dárana. Tehát a belső tudattárgya dárana. Amikor ezt a tudattárgyat te visszaviszed a forrásához, az a gyána, az elmélyedés. És amikor teljesen az elmélyedés által a csepp visszatért az óceánba, az a szamádi. Csak a tradicionális jóga az a szamádiból való kijövetel után már nem nagyon ad útmutatást, hiszen akkor neked már látnod kéne és tudnod kéne, hogy merre van az előre. Úgyhogy a zen az olyan, mint amikor a háztetőt föllövöd a levegő égbe, és csak fúj a szél, és a felhajtó erő valahogy, kicsit görbült a tető, tartja egy darabig. Ha jól csinálod, akkor ez alatt az idő alatt még gyakorolsz, aláépíted az életet. Felépíted az épületet a tető alá. Itt azzal van a baj, hogyha valaki annyira erős szelet tud generálni, hogy ő csak gyakorol, és még inkább csak gyakorol, és nem érdekli az a változás, ami benne történhet a dharma által. És akkor nem változtatja meg az életét, mert nem változtatta meg magát, csak zen bajnokká vált. Meditációs szuperségé vált. És tud nagyon sokat ülni, meg énekelni, meg leborulni, de valójában belül nem engedte a dharmát és a karmát találkozni. Hát azt mondjuk, hogy a forma szintjén működött csak. De a lélek szintjén nem működött. Nem volt elég őszinte. Nem volt elég nyílt. Nem volt elég szerény és alázatos. Ezeket a minőségeket nem lehet tanítani, erre csak rá lehet jönni. És ekkor, hogyha az épület nem épült a tető alá, akkor az leesik, amikor a szél fúvása alább hagy.
Ez, amikor a 10 év után az önbizalom megszűnik, és így a formális praxis alább hagy, mert nincs eredmény, mitől lenne, és akkor egyszer csak a nagyszerű zengyakorló az árok mélyén találja magát hullarészegen a kocsmától 15 méterre. Mert addig még el tudott menni, de aztán viszontlátás. Tehát le akarja rombolni azt, amit épített, mert helytelenül építette. A jóga pont a fordítottját lealapozzuk, de 10 méter mélyen. Elképesztő. Tehát olyan rendszer van, hogy abból palotát lehet építeni. És nagyon jól lehet építeni, ha betartod a szabályokat. Csinálod a technikát, követed a gurut. Szépen épül fölfelé az egész, mint egy pagoda, mint egy stúpa, mint egy mandala, gyönyörűen lehet belőle építkezni. De mivel ezt megszoktuk, ezért az égig szeretnénk ezt. És nem tesszük rá a tetőt, valahol még föld közelben. És az előkészítéssel, a még hajlékonyabb testtel, a még jobb légzés technikával, a még jobban foglalkozunk, de nem érkezünk el a szentséges Niroda állapotába. Pedig Patanjali Yoga Sutráinak mi az első mondata? Yogas Chitta Vritti Niroda. Tehát a jóga miben léte? Az elme duális tevékenységének a felfüggesztése. Itt minden dualitásról szól, nem csak a gondolkodásról. Tehát a Niroda a jelenlegi meglátásom szerint az a zenben a nem tudom pontja, hiszen amikor nem gondolkodsz, és a Niroda állapotában vagy, akkor a moksa meg tud valósulni, ha ez kitartóan megvalósul, mint gondolkodásmentes állapot. Tehát a merevség belül az valójában a gondolkodáshoz való ragaszkodás. És itt ne azt nézd, hogy hol van a tető, és hol van a palota. Az igazi kérdés az, hogy találkoznak-e. Tehát találkozik-e az, hogy éppen törekszem, de ez a pillanat, ez teljes. Tudom-e a karmámat a maga relativitásában, keletkezésében, ha kell több oldalról látni? És ha igen, akkor elmúlik a merevség, mert az elme már megtanult hajlékonynak lenni, akkor a testre is ez hat, és át tudja vinni ezt a hajlékonyságot. Taoista jogában közel nincsenek olyan nyújtó gyakorlatok, mint a hatha vagy astanga jogában. Csak energiagyakorlat. Csikunkhoz nagyon hasonló. És mégis szuper hajlékonyak, mert az energiájukat nem köti le a gondolkodás vagy egyéb elmebéli folyamat. És ahol energia van, ott hajlékonyság is van. Fordítva, ahol hajlékonyság van, ott energia szabadul föl. Ezt mindenki, aki egy picit is jogázott, érezheti. Úgyhogy, ha oldod az elme merevségét, akkor oldódik a test merevsége is, és fordítva, hogyha oldod a test merevségét, oldódik az elme merevsége is. Meddig? Az azonosulás faláig. Amikor már elérsz a saját fixa ideáid, azonosulásaid kőkemény betonjához, onnan tovább nem tudsz menni, csak akkor, hogyha ismét cement és sóderré sikerül oldani az egészet. Na, erre való a meditáció. Erre való az, hogy mi ez. És akkor biztos, hogy kaput vágsz a falon. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Önmagamhoz képest többet gyakorlok, mint régebben. Viszont én belül nem érzek annyi változást, viszont a külvilágban meg többet érzek, illetve azokon a társulásokon, akik, amivel az eltelt idő óta a környezetemben vannak. Tehát normális az, hogy a környezetemen jobban látok változni, mint én magamat belülről? Sokkal normálisabb, mint hogyha fordítva lenne, képzeld el. Ó, köszönöm. Változtam. Én. És a környezetem, hát ez a csákó, Hát ez egy tragédia. Hát ez egy, hogy ez milyen filmet nézett idáig? Nem is tudom. Tehát az a helyes, hogyha te azt látod, sőt, még egy fokozat, hogy én egyáltalán nem haladok az úton. Tehát, hogy így gyakorlok, és én nem jutok sehova. De közben a világ megváltozik körülöttem, javul a karmám, javul a kapcsolatrendszerem, többet mosolyognak rám az emberek, de én belül úgy érzem, hogy semmi nem történt. Ez nagyon jó. És ez azért van... Mert
nem ellenőrzöd magad, és nem kategorizálod magadat, és nem kötöd ki a gyakorlatodat egy képzelt egoitás pányvájával egy ilyen elképesztő betonoszlophoz, hogy én ez vagyok, és kész. Érted? Tehát ez a Sun Tzu-nyim öt ajánlásából az egyik, hogy ne ellenőrizd magad. Ne tartogasd a karmádat. Ne azonosulj a korábbi énségeddel. Ez már három az ötből. És mindegyik szépen alkalmazható erre. A negyedik az, hogy nem magadnak akard, amit akarsz. Oké? És akkor így az ötödik, nincsenek is projekciók. Mert az ember mit csinál? A saját önképét rávetíti a környezetet, hogy ugye én jól gyakorlok szerinted? Ugye milyen jó ember vagyok? Ugye, hogy én mennyire bódhiszatvikusan önzetlenül segítek neked, és ezt nem is kérdezem meg tőled? Ugye? Olyan öncsalások vannak te, hogy így teljesen kiborító, de ebből vagyunk összerakva, és ez a faj, az emberi faj nevezi magát homo sapiens sapiensnek. Tehát nemrég hozzáraktunk még egy sapienset a már meglévő bölcsességünkhöz. Úgyhogy közel állunk környezetünk teljes elpusztításához, és elképesztő kihalási jelenségeket tudnánk produkálni, hogyha valami belülről vagy kívülről nem állítja meg ezt a folyamatot. Képzeld el, tehát bölcs a bölcsességediken. Így. Így. Szóval ez így nagyon rendben van, hogy erről te nem gondolkodsz, csak látod az eredményt, és nem formálsz egy egoitást rá, egy önképet rá, csak így tovább. Köszönöm. Nagyon szívesen. Akkor, ha jól értem, a meditáció miensége, ha bár nem ellenőrizzük magunkat, az a környezet visszajelzéséből is. Az, hogy nem ellenőrzöd magadat, az nem jelenti azt, hogy nem látod magadat. Illetve az ok és okozat működését benned és rajtad kívül, tehát a környezetben, illetve saját magadban. Tehát a látás és az okozatiság észrevétele az nem ellenőrzés. Az ellenőrzés az, hogy létezem én, vagy nem létezem. Jó emberként létezem, vagy rossz emberként létezem. Most én haladtam az úton, vagy nem haladtam az úton. Most rövid bottal üt meg az emmester, vagy hosszú bottal. Kedves hozzám, mert mosolyog, vagy pedig csak lépre akar csalni a mosolyával, vagy azt higgyem, hogy ő kedves hozzám. Na, ez az állandó ellenőrzés. Oké? Okay? Na, ettől van a helyben járás. Az okos mocsár. Az állandó ellenőrzés, az okosság mocsarában próbálunk meg ólomcipőkben futni a saját dinoszauruszunk elől. Így. Így, így. Úgyhogy ez a tisztánlátás, ez nagyon kell. Az ebből való tanulás is nagyon kell. De az is kell, hogy semmiféle fix önképet ne húzzál rá. Erre való a kuanpraxis, hogy te oda bejössz, és az addig elképzel dolgok magadról, másról, sőt a tanítóról, azok mind porrá lesznek. Egyetlen egy dolgot kell tudni elviselni, és ezt az elme nem viseli el, vagy csak nagyon nehezen, többszöri próbálkozás után, ezt úgy hívják, hogy nem tudom. Hogy te nem lehet se okos, se szép, se tökéletes. Ezt nehezen bírják az emberek. De ha mégis, akkor tudunk igazán haladni az úton, mert ez a nem tudom végül is elvezet a nagy nem tudhatóhoz. Sok kicsi nem tudom pillanata összeáll a nem gondolkodó tudattá. Az önkép folyamatos elvesztése az önvaló tapasztalatához vezethet, ha nem ijedsz meg, hogy te most épp nem tudod, hogy ki vagy. De tisztán látsz a szemeddel, hallasz a füleddel, gondolkodsz az elméddel, de hogy te most ki vagy, azt épp nem tudod. És megismered a személyedet, hogy ez tényleg az enyém, meg ez az én nevem. Meg ez a lakcímkártyám, ami kell a személyigazolványhoz. De hogy te pontosan fix egoitásként ki vagy, azt már nem tudod. Na kérem, így tessék megpróbálni. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Amíg gondolkodtok a gyönyörűséges dharma kérdéseken, egy olyan témát említek meg, amely ritkán kerül a felszínre, mert egyszerűen a gyakorlók
egy része tudja, de egy másik része nem tudja, és amíg te nem merülsz bele egy nagyobb elvonulásba, addig nem is találkozol ezzel a négyféle fogalommal. Kezdem a klasszikus buddhizmus dualitásával, ami a szamszára, nirvána, szenvedés, megvilágosodás. Ezek a tipikus, jól lerakott kapufák, hogy valahol középen van a gól, és egyik szélsőséget sem szeretnénk túl sokáig művelni. A zenben már kimondatik az, hogy a megvilágosodott tudat az öreg hiba. A meg nem világosodott tudat még nagyobb hiba. Tehát akkor hogyan lehet ezt a tiszta tükörszerű működést úgy jellemezni, hogy nem esünk bele az újabb önképgyártás hibájába? Ezt hívják egyébként a klasszikus buddhizmusban is szereplő fogalommal tathatának, vagy ilyenségnek. Erről az ilyenségről néha beszélek, de nem eléggé ahhoz, hogy ez úgy áthassa a gyakorló közösséget, mint látásmód. Tehát szeretnék először is az ilyenség nélküliségről beszélni, amely minden olyan létezőre igaz, amelynek nincs öntudata. Intelligenciája, működése van, de öntudata nincs. Tehát például a sziklák, a fák, fauna és flóra rendkívül intelligensek, rendkívül jól működnek, de nincs énségük. Az állatnak sincs, bár személyisége van, de külön öntudata nincs. Macskák, kutyák olyan dolgokat tudnak produkálni, kész egyéniségek. De nincs olyan tudata, hogy én cirmi vagyok. És most légy szíves, nevezzél át engem valami mássá, vagy fesd át a szőrömet, hogy ne cirmi legyek. A kutya nem tud kutyátlanul viselkedni, mert nincs egy olyan öntudata, amitől a kutyasága úgy megváltozhatna. De az ember az nem ilyen. Tehát az első az az ilyenség nélküliség. Az emberben kialakul a megkülönböztetés közte és a környezete, közte és a másik ember között. Ez az édenkertből való kilépő cédulán az apró betű. Ezt nem tudtuk, hogy ez lesz belőle. De az énségünket megteremtettük, nagyon ragaszkodunk hozzá, és ezáltal kettéhasítottuk a világot egy alapvető dualitásra az én és a más. A jó és a rossz. A túlélés ösztöne, én hazajövök, én életben maradok, versus a halál vállalása. Tehát egy olyasféle kényszer helyzetbe hoztuk magunkat, ami állandóan változik a jó és a rossz, az élet és a halál között, tehát ketté van osztva dualitásokra, amelyet érzékeny lelkünk olyannyira nem visel el, mint amennyire a durva elménk megteremti. De egyik kézzel megcsináljuk a problémát, és a másik kézzel megpróbáljuk megoldani. És amíg a második típusú ilyenség nem érkezik el, addig nem fogjuk tudni megoldani, mert a gondolat újabb gondolatot szül. Csak a nem gondolkodás oldja meg a gondolat problémáját. Az érzelmek újra és újra érzelmeket gyújtanak lángra. Amikor az érzelmektől tartózkodsz, akkor oldódik meg az érzelmek problémája. Természetesen ehhez az állapothoz sem ragaszkodunk, hanem ennek a tisztánlátásnak a fényében lépünk előre. De a második típusú ilyenség az a dualitások meghaladása, szó szerint az egyévválás ilyensége. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs dualitás. Ha nagyon erős az elméd, akkor ezt képzeld el sokkal erősebben, ilyen vulkánkitörés erősségében. Biztos, hogy minden gondolatod elmegy. Tehát a második típusú ilyenség az az egyévválás ilyensége. Ezt mi nagyon akarjuk, mi emberek. Úgy hívjuk, hogy boldogság. Úgy hívjuk, hogy önfelett boldogság. Nagyon sokféle egyéb néven is nevezzük, és vállalunk különböző kockázatokat az extrém sportoktól kezdve a szerelembe esésig, hogy ezt az elképesztő dualitást, és főleg halálfélelmet oltsuk ki. És az egyévállás ilyenségét azt annyiféleképpen keressük, hogy az már tényleg mosolyognivaló. Minél több érzékszerviség van benne, annál kevésbé tartós.
Tehát amikor meghaladod az érzékszervi világot, a születés és halál birodalmát, akkor tudod ezt az egyévválást nagyon tartóssá tenni, ezt hívják transzcendens tapasztalatnak. Ez a szamádi eredeti értelme. És az egyévválás ilyensége elhozza azt a tudatosságot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ebben a harmadik ilyenség, az igazság ilyensége megmutatkozik, hiszen akkor látod, hogy az égkék és a fű zöld, énség és projekció mentesen látod a másik embert, illetve magadat. Az igazság ilyenség az maga a nyugalom. Maga az, hogy tényleg bízhatsz a szemed látásában, mert nincs semmi, ami eltorzítsa azt. Bízhatsz a füled hallásában, mert nincs semmi, ami eltorzítsa azt. És az igazság ilyensége csak akkor valósul meg, hogyha az egyévválás ilyensége megvan. És a negyedik az a működés ilyensége. Felhők gyülekeznek, összesűrűsödnek, esik az eső, nedves lesz a föld. Fáradt vagy, pihensz. Eljön a reggel, fölkelsz. Ez a természetes működés, amelyben az ember végre észreveszi, hogy nem olyan különleges lény, hanem ha a természethez visszatér, mint ember, nem mint majom a fára, hanem mint ember tér vissza a természethez, akkor a saját emberi természete spontán, világosan az elmének mindenféle hánytorgása nélkül nagyon helyesen tud működni. Onnan látod, hogy helyesen működsz, hogy nem hozol létre szenvedést és szenvedtetést. Egyiket sem. Ez a természetes állapot egyébként kellő energiaszinten boldogsággá válik, akkor van ez az energiaszint, hogyha te magad nem gyártasz rá semmiféle önképet, nem gondolod túl, nem szabdalod föl, nem elemzed halálra magadat és a másikat. Tehát ilyenség nélküliség, az egyévválás ilyensége, az igazság ilyensége és a működés ilyensége. A működés ilyenségét újra ketté osztjuk csak azért, hogy ne itt, hogy vége van, és az egyik az alanyi egyévválás. Az azt jelenti, hogy ha te boldog vagy, én is boldog vagyok. Ha örülsz, együtt örülünk. Ha dolgozol, együtt dolgozunk. Hogyha gyakorolsz, együtt gyakorlunk. Ez az alanyi egyéváló működés. A tárgyi odaforduló viszont, ha éhes vagy, enni adok neked. Ha szomjas vagy, inni adok neked. Ha szükséget szenvedsz, segítek neked. Ha beleestél egy gödörbe, kihúzlak. Tehát ez a kétféle működés van, és ezek között spontán tud váltani az ember, hiszen épp elmével, ha valaki beleesett egy gödörbe, nem akarsz mellé esni. De mennyiszer megcsináljuk, Úristen! Csak ez, hogy a másik szeressen. Ugye? Vagy nem merjük megfogni a kezét, hogy jöjjön ki a gödörből, majd kijössz onnan. Közben 3 méter. Nem fog kijönni. Vagy nem merünk örülni a másikkal. Azon nyomban, ha valaki boldog, felveszünk egy külső nézőpontot, és elkezdjük elemezni, hogy ő miért boldog, és meg is mondjuk neki. De nem örülsz vele. Tehát amikor összecseréljük az alanyi egyévállót a tárgyi odafordulóval, akkor borulnak fel a kapcsolataink. Akkor nem tudunk igazából helyesen működni, és amikor hallgatni kéne, akkor szétbeszéljük. Amikor meg kéne szólalni, akkor ragaszkodsz a csendhez. Ebből látod, hogy össze van cserélve az alanyi egyévválló és a tárgyi odaforduló működés. Most, ha ennek a magas iskoláját nehezített pályán szeretnéd, szeretettel várlak az interjú szobában, ahol már az idültek, akik szederjes homlokkal a 90 napos csinálják végig, és heti 3 interjúban van részük, itt minden tiszteletem, ez akkora kínzás, hogy ez valami hihetetlen. És a vége mindig az, hogy mosolygok, semmi gond, házi feladat, és látom, hogy a nyakizmával itt tolja vissza. Nem tudod, mit csinál, érted? Kedves vagyok, teljesen tündérbogár, de te nem tudtad.
És én nem mondom meg. Nem azért, mert nem szeretlek, hanem azért, mert neked a dolgod az, hogy kitaláld a választ a szentséges intuíció gyönyörű szelencéjéből. Mert az önvalót közvetlen megnyilatkozása az intuitív működés. Ez anyám. Te ehhez azt hiszel, amit akarsz. Egy Isten, több Isten, nincs Isten, teljesen mindegy, hogy te mit hiszel. Vagy működsz, vagy nem működsz. Az kész. Vagy megvan ez, vagy nincs meg. Ennyire egyszerű. Na, kinek van kérdése? Tessék. Tetszett ez a hasonlat, és jártamba, keltemben néha látom, hogy legyen az jóga, vagy bármi, egyébként emberek annyira akarnak fejlődeni, hogy már a vérizzadásig. És az jutott eszembe, hogy egyébként alapból nem lehetünk mi néha jó cirmik. Tehát biztos, hogy át kell festeni. Hogy nyávogsz? Hogyha jó cirmi vagy, hogy nyávogsz? Hogy mondjam, tehát... Miau! Hát így, hát... Biztos, ez az én hangomon ez borzasztó. Hadd segítsek, ez egy egyszerű kóna. Ezt hívjuk vagy. Alanyi egyéválónak. De tessék. Az lenne a kérdésem, hogy megy, tehát mindenki ugyanannyit szerintem nem tudna változni, mert ugye ezek ugyanolyan képességek, mint a fizikai képességek. Tehát mennyire kell azt erőltetni? Tehát nem, az mindig biztosan rossz, hogy valaki elkezd valamit tanulni, és akkor ő rossz volt, és majd jó lesz. Nem, ez nem helytelen. De az erőltetés ugyanolyan helytelen, mint a puszta helybehagyás. A helybehagyás az, hogy engem így fogadja le ezzel a mocskos karmával, ahogy vagyok. Ide kakilok a padlóra, és még szeress is érte, sőt, törölt fel utánam. Tehát ez a teljes nulla fok az enkörön. Az erőltetés pedig az, hogy 180! 180! Ürességség és Buddha egyszerre! És ezt nyomjuk, és erőtetjük, és kilúgozzuk magunkat, hogy buddákká váljunk. Érted? De ez teljes tévedés. Tehát, ha nem törekszünk, nem jutunk sehova, hogyha görcsölünk, akkor még annyira se. Itt igazából az lenne a mérce, hogy a gyakorlat tükrében és az okozatiság tükrében csak a belátásunkat, a tanulságokat kéne követni, de más se követjük. Amit így józan paraszti ésszel meglátunk, hogy helytelen, azt javítsuk ki. És hogyha ezt megtettük, akkor úgy haladunk az úton, hogy ez észrevétlenül fénysebességgel. Tehát belátásunk függvényében javítsuk a hibáinkat, és nem kell különböző ideológiákat magunkra akasztani, vagy olyan rendszereket elsajátítani, amelyekben nem hiszünk. Tehát bőven elég az, amit a valamilyen szintű meditáció, valamilyen szintű iskolázottság belátása által mind feladat mi megkapunk saját magunktól. Ennyi bőven elég. Ezt hívom természetes tudati evolúciónak. Az ember kíváncsi, tényleg meg akarjuk oldani a problémát, de elképesztően rosszul. Tehát szutykos kézzel nem lehet műtétet végezni. Nagyon nagy a feladat. Ha görcsösen valamit mesterségesen el akarsz érni, hogy te legyél valaki újabb, átfestjük a cirmit, nagyon nagy hiba. Ha nem törekszel semmire, és csak ülünk a kakiban, az meg még nagyobb hiba. Úgyhogy hogyan ébredünk fel és segítünk másokon és magunkon egyaránt, ez az a vezérfonal, amit követünk. Felébredettségünk mértékében tudunk segíteni, és segítséget elfogadni. Igazából segíteni pedig csak úgy tudunk, hogyha egy felébredettebb tudattal rendelkezünk. Ezért gyakorlunk. Köszönöm. Utolsó két kérdés. Mi az a transzparens egzisztencia, és miért fontos? A transzparens egzisztencia az összefügg azzal az integritással, igazsággal és őszintességgel, amit nagyon nehezen fejleszt ki az ember. Tehát nézzük meg az integritást. Van bennünk négy nagy kábel, a gondolkodás, érzelmek, beszéd és cselekedet. Ez a négy kábel össze van-e csavarva egy köteggé, vagy pedig így szétmennek? Tehát mást mondok, mint amit teszek, mást érzek, mint amit gondolok. Amit gondolok, azt nem mondom ki, pedig kéne. Amit megteszek, arról nem beszélek, pedig jobb lenne. Tehát ez az alapvető integritás hiány az, amitől az egzisztenciám nem lehet transzparens, mert nem merem megmutatni. Ez nem az exhibicionizmus tanítása,
hanem az a bátorság, hogy odaállok eléd, szembenézek veled, és merem mondani azt, amit gondolok. Ez a transzparens egzisztencia alapfokon. Tehát, hogy ha megnézed az öt fogadalmat, akkor vagy, és lehetsz csak is transzparens, az öt fogadalmat betartod. Ha nem, mindig van valami titok, valami rejtegetni való, és ott azon a vakfolton, bűntudaton és egyebben keresztül te nem leszel transzparens soha, sőt, egy jó percepciójú ember meg is érzi benned, hogy te mondhatsz akármit, de úgy őrizgeted a titkodat, hogy 70%-ban visszatartod az infót csak azért, hogy a szennyesed ne kerüljön napvilágra. Tehát nincs integritás. Ha nincs integritás, akkor nincs transzparens egzisztencia sem. És akkor nem érzed magad tényleg embernek, hanem valami gépnek, valami sziklának, valami istennek vagy ördögnek, de embernek nem, mert nem vagy egyben. Értjük? És ezért nem vagy autentikus, nem vagy igazán önmagad. És hogyha nincs integritás, és nem vagy igazán eredetiben autentikus, akkor nem hisznek neked. És ez a kredibilitás magyarul, tehát hogyha azt látod, hogy a világ nem hisz neked, az egy tartós belső megosztottság. Tartós vakfolt gyűjtemény. Állandó titokvédelem, és ez a transzparenciának a gátja. Elképesztő létrontó diktátorok, karizmatikus vezetők úgy tudtak népeket a teljes pusztulásba vinni, hogy 100%-os integritásuk volt, és ők 1000%-ig elhitték, hogy amit mondanak, az úgy van, és meg is tették. És az ember annyira kontraszelektív, hogy mivel ezt kereste, rájuk is szavazott. Hagyta, hogy azok a királyok, hercegek, grófok, elnökök és nemzetvezetők a pusztulásig vigyék a 10 és 100 milliókat, csak azért, mert olyan integritásuk volt, hogy az valami hihetetlen. Ki is mondták, amit gondoltak, veled együtt éreztek, meg is tették, lett is belőle erőszakszervezet, stb. Stb. És ezért a transzparens egzisztencia, illetve az integritás, az autentikus lét és a hitelképesség ilyen formán egyetlen egy további fogalomon múlik, ez az irányvétel. Az irányvételt felbontom háromra, motiváció, szándék, célképzet. A motiváció a múltból jön, a szándék az a mostani, a célképzet az a jövő. Motivációhoz lehetőleg ne a sérelmeinket használjuk föl. Se emberi kapcsolatainkban, sem távolabbi társadalmi céljainkban, ha lehet. A szándékunk megint csak visszautalnék az öt fogadalomra, mert az öt fogadalom megmutatja azt, hogy hogyan kerüljük el a szenvedést és a szenvedtetést. Tehát szándékaink szerint lehetőleg ne akarjunk életet elvenni, ne akarjunk olyat elvenni, ami nincs önként odaadva, tartózkodjunk a hazugságtól, tartózkodjunk a bódítószerektől, tartózkodjunk a csalástól, ami akár emberi kapcsolatbani csalás, vagy szerződés szerinti csalás, vagy minden oldalt szignózol és a végén aláírod. Ha ezt az ötöt megtartanánk, akkor a szándékaink tiszták lennének. És hogyha a célképzet is tiszta, akkor világos, hogy nem csak magunknak dolgozzunk, hanem másoknak is. De hogyha az irányvétel nem tiszta, akkor valahol probléma van akár a motivációval, akár a szándékkal, akár a célképzettel. És ettől megint nem lesz transzparens az egzisztenciánk, pedig Hanvas Béla, szeretett távoli mesterem, beszél erről nem is keveset. És hát akkor, hogyha az ember az örökké valósággal egy kicsikét barátságot kötött, akkor tud az egzisztenciája transzparens. Ez nem örök lét, nem, hanem az, hogy mi nagyon sokáig fogunk az élet és halál mosógép dobjában szépen itt pördülni jobbra-balra, és ezzel a folyamattal, mint egy nagyon sokáig és nagyon régóta tartó folyamattal kellene megbarátkoznunk ahhoz, hogy tényleges motivációnk legyen ennek a léleknek a megtisztítására, mert amit ebben az életben nem raktál ki magadból és kosz, az a következő életedben a szennyeződés. Sőt, azt fogja definiálni, hogy te milyen szülőköz, milyen környezetben, milyen időpontban, és milyen úton és körülmények között fogsz újra születni. Ha ez nem elég motiváció, akkor nem tudom, hogy mi. Ennyit a transzparenciáról. Köszönöm.
Nagyon szívesen. Utolsó kérdés. Én a tegnapi dharmabeszéd egyik válaszát teszem magamba ide-oda. Nem foglak tudni pontosan idézni, úgyhogy kérlek segíts, hogyha emlékszel. Az volt a válaszod, hogy tehát aki belül gyenge, az megmondja másoknak, hogy mit csináljanak, és mindig meg akarja mondani, és aki belül erős, az... Az nem mondja meg másoknak, hogy mit csináljanak, hanem magának. És hogy ezt szeretném, hogy egy picit így kifejtenéd, hogy ez... Ezt Jézus Krisztus már kifejtette. Ő így kérdezett, vajon őrizője vagy ellenőrizője vagyok-e én az atyám fiának? Tehát ne a másiknak akard megmondani, hogy mit csináljon, mert az a te gyengeséged, hiszen ha magad nem tudod, akkor másokon akarod behajtani a saját tehetetlenségedet, restségedet, lustaságodat, önbizalomhiányodat? Azért mondom meg másnak, hogy te ki vagy és mit csinálj, mert én nem tudom, hogy ki vagyok és mit csináljak. És hogyha te belül erős vagy, mert akinek van, annak adatik. Ha van energiád, még több lesz. Ha tisztán látásod van, még több lesz. Annak nem kell megmondani a világnak, hogy milyen legyen, a másiknak, hogy mit csináljon, mert ő tudja a dolgát, járja az útját. És épp ezért van egyben. Nem kell kívülről visszakapni a semmilyen vélemény vagy megerősítés formájában, hogy ő kicsoda, és mit csinál. Látja nagyon jól, mert meri látni az ok és okozat tükrében, hogy a cselekvés milyen eredménnyel jár, a beszéd milyen eredménnyel jár, a gondolatok, az érzelmek milyen egyéb gondolatokat és érzelmeket hoznak létre, és ezekből áll össze a hiteles önkép, a helyes látásból. Ezért hallhattad ezt a választ. Nagyon szívesen. Hölgyeim és uraim, megköszönöm azt, hogy közelről és távolról ma idejöttetek, hogy a dharmát ma ismét a felszínre hozhattuk, és egymás között ennek az áramlását tapasztalhattuk. Kívánom azt, hogy közel és távol ismét találkozzunk, gyakorolhassunk együtt, haladjunk a nagy bódhiszatva úton, ezáltal szabadítva meg minden lényt, beleértve magunkat is a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!